estét! Ma este arra a kérdésre keressük a választ, hogy látogatják-e az emberek a béka és barack vendéglőt, vagy elkerülik. Itt van velünk a stúdióban a tulajdonos, Sir Arthur Streep Gribling. Jó estét! Jó estét! Szeretnék kérdezősködni az ön egyedülálló vendéglőjéről, a béka és barackról. Úgy gondolom, ez egy ragyogó alkalom arra, hogy kérdezősködjön, hiszen én itt vagyok, ön meg ott. Igen. Remek lehetőség. Ragadja meg. Éppen azon vagyok, Sir Arthur. Nos, hogyan jutott eszébe, hogy megalapítja a béka és barack vendéglőt? Az ötlet a fürdőkádban született. Hirtelen arra gondoltam, hová menjen egy fiatal, éhes, kispénzű pár vacsorázni, ha egy jó nagy békára vágynak. Egy jó nagy békára és egy csuda finom barackra. Hova mehetnek? Ugyan hova mehetnek? Hát ezért alapítottam meg a vendéglőt. És mikor kezdett bele a vállalkozásba? Annyi bizonyos, hogy az élő emlékezet határaim belül. De valamikor a második világháború után, ön emlékszik a második világháborúra? Hogyne. Az szörnyű egy ügy volt. Igen. Én borzasztónak tartottam. Igen. És nagyon elleneztem az egészet. Hát azt hiszem, hogy ezzel mindannyian így voltunk. Na de én egy levelet is írtam, hogy hagyják abba. Nos, hogy visszatérjünk a béka és barackra. Hogy ment az üzlet? Ezt hadd válaszoljam meg kétféleképpen. Egy, nem ment sehogy az üzlet. Kettő, az üzlet sehogy sem ment. Ez az utóbbi 35 év igen szűkösre sikeredett. Nem érzi, hogy némi hátrányt jelent, hogy az önök vendéglője a Yorkshire-i lápvilág szívében egy mocsár kellős közepén található? Nos, azt hiszem azt a szót, hogy hátrány nagyon jól választotta ki. De tudja, annak idején arra gondoltam, hogy az ország népe egy olyan vendéglőre vágyik, amelynél végre nincs gond a parkolással. És büszkén mondhatom önnek, hogy ott, a Yorkshire-i lápvilág szívében, a mocsár kellős közepén valóban nem jelent problémát a parkolás. Igaz, a kiemeléshez daru kell. És azzal egyetért, hogy az ételkínálatuk ugyancsak nagyon megnehezíti az önök helyzetét? Igen, egyetértek. Látta az étlapot? Hát igen, futólag. Többet nem is érdemel. Mindössze két főételt kínálunk. Először is van nálunk béka barackkal. Ez egy nagy béka, forró konyakkal leöntve, barackkal a szájában. Az egyik leggusztustalanabb fogás, amit valaha is láttam. És a másik ételünk, az még rosszabb. Barack békával és ebihalakkal. Ne haragudjon érte, Sir Arthur, de nekem úgy tűnik, mintha az ön vendéglője csúfos bukást hozott volna. Ó, én azért nem használnám a csúfos bukás kifejezést. Nem? Nem, szerintem a katasztrofális kudarc sokkal helyén valóbb lenne. Értem. Az egész ügy komplett balsikernek, egy óriási melléfogásnak bizonyult. Sir Arthur, tanult ön a hibáiból? Hogyne, hogyne. Tanultam a hibáimból, és biztos vagyok benne, hogy bármikor pontosan ugyanígy meg tudnám őket ismételni.